Közeleg a karácsony. Közeleg a karácsony az Alföld gyöngyszemében, szeretett lángja ég majd az emberek szívében. Kihújnak belőle a békétlenség szikrái, szeretnének megváltó születésére várni. Ötödik éve, hogy Gyula városában élek, de én minden karácsonykor szebb jövőt remélek, amikor valóra válhatnak azok az álmok, amelyekre majdnem 69 éve várok. Bakony szülötte vagyok, de már a vihársorok ugyanúgy az otthonom, és végleg itt maradok, mert megváltó születésére várva azt hiszem, hogy egykor majd győz a józan emberi értelem. Legyőz minden félelmet és embertelenséget, megmutatja az élet értelmét, a szépséget, amely minden emberben mélyen belül lakozik, szeretet teljesen ilyenkor kikívánkozik. Díszes karácsonyfák Harukkert és Kossuth téren, nagy adventi koszorú a forgalom körében mind várakozás kiteljesedését várja, amely szeretetet hoz minden egyes családra. A kérdés csak az, hogy készek vagyunk befogadni, nem kételkedve, hanem kitárt karokkal várni, szívünkbe zárva remény angyali üzenetét, az Úr fiának földre történő születését. Gyula városában szerető szívekre leltem, ahol a bakonyból jöttet, befogadtak engem. Drága szép hegyeim, felcseréltem síkvidékre, de azok sem mennek soha végleg feledésbe. Krisztusváró hangulatban, karácsonyra várva, az Úr áldását kérem minden egyes családra. Áradjon ki majd ragyogón a békesség fénye, úgy vágjunk bizakodón új esztendő elébe. Kedves barátaim, rokonaim, ismerőseim és ismeretlenek, mindenkinek Istentől áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!